Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek jelenlegi világunkkal? Ki az, aki nem elégedett? Mi baj, mi baj van a jelenlegi világunkkal? Szinte minden? Figyelj, nem feltétlenül kell, hogy véget érjen az orosz-ukrá háború, mert akkor kitalálnak megint valami vírust, meg oltást, meg karantént, meg mindenféle baromságot. Érted? Tehát inkább legyen valahol háború komolyan, mint ilyen hülyeségeket kitaláljanak. Tehát így most csak bizonyos helyeken van gond, úgy meg az egész világban gond volt, ha végignézett. Tehát ez a, mondhatjuk azt, hogy ugye a háború szüntette meg a, ezt a sok baromságot, amit 2020-tól itt ránk erőszakoltak. Nem? Vagy rosszul látom? Hát azért, mert egyik nap még volt, ugye a járvány, azt a másik nap, mikor már ugye elindult a háború akkor valahogy héten megszűnt a járvány, kulcsamód, nem? ez ugyanolyan mint hogy hogy mikor 2020-ban márciusban 14-én vagy mikor elkezdődött a Covid akkor egyik nap még influenza volt, másik nap meg már Covid volt, <laughs> hogy van ez? érted? tehát nem? Egyik nap még influenza járvány volt, másnap már COVID járvány volt. És akkor hirtelen az influenza járvány oldal az átalakult, hirtelen egyik napról a másikra COVID járvány oldalra az állam által finanszírozott ilyen oldal. Ugye tudjátok, hogy van most is influenza járvány oldal, csak nehogy megint valamilyen más járvány oldal alakuljan, úgyhogy jobb, hogy van háború. <laughs> Elég morbid ez a dolog, de komolyan mondom, csak itt ne legyen az a lényeg. Jó, hát a máshol itt háborúznak, az még mindig jobb, ha két ország háborúzik, mint van egy világjárvány. Nem? Na gondold végig. Hát inkább inkább, Tehát inkább két országnak legyen rossz, mint az összes többinek, nem? Logikus, nem? Ha valakinek ez nem logikus, az az ő baja. Akkor nagyon gyenge logikával van megállva az illető. Jó, tehát nézzük akkor, hogy mivel nem vagyunk elégedettek a jelenlegi világunkkal, nem kéne valamit tenni, hogy legyen egy jobb világunk. Hm? Tehát én egy olyan furcsa szerzet vagyok, hogy már gyerekkoromban sem tetszett az, hogy hogy az elnyomók elnyomták a gyengébbeket. És gyerekkoromban, hogyha hála Istennek nem kis fizikumok, tehát nem gyenge fizikumú gyerek voltam sose. Ezért ugye mit csináltam, mikor a gyengébeket elnyomták? Akkor megvédtem őket. Tehát szó szerint. Ezért rengeteget gunyóztam. Hát nem versenyszerűen, hanem azért, mert, mert verekedni kellett az igazságtalanság ellen. És Hát ezeket a bunyókat már óvodáskorban el kellett kezdeni, el. Tehát már gondoljátok végig, gyerekeket olyan szinten el tudnak nyomni szülők, hogy már óvodásként kötözködik másokkal. És hát ugye ez még inkább látszik már iskolá, iskoláskorban, hiszen az óvodáskor az három éves kortól kezdődik általában, az iskoláskor az 6 hét éves kortól, de ugye jellemzően hat éves korta. Tehát nyilván hat év alatt jobban el lehet nyomni gyerekeket, mint mondjuk három év alatt természetesen. Tehát nem így született senki, hogy kötözködő. Oké, okay. persze volt egy kilenc hónap, ahol lehet, hogy már ilyen kötözködő volt az édesanyja, vagy kötözködő volt az édesapja, vagy akár mindkettő. És akkor ő már ilyen kötözködő géneket hozott magával, érted? De az ott alakult ki abban a kilenc hónapban, és nem a kefélésük révén alakult ki, hanem a kilenc hónapban. Tehát lényeg az, hogy. És most szépen fejeztem ki magam. És lényeg az, hogy gondold végig, hogy hogy bizonyára hallottál már ilyet, ugye én számos esetben hallottam ilyet, hiszen ugye coachingolunk, a coachingolás az pedig azt jelenti, hogy valakiből kihozni a legjobbat és a legtöbbet. Tehát például ugye a, amikor coachingolunk, akkor azért keresnek meg minket, hogy valami problémája van az illetőnek, és hogy arra adjunk megoldást arra a problémára. Nyilván, amit neki kell megoldani, nem mi oldjuk meg helyette, hanem adjuk módszereket, stb. stb. És ugye sokszor előfordul az, hogy egy szülő azzal keres meg, hogy már óvodás gyerekét bántják más, másik óvodás gyerek. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy, hogy már az, az óvodás gyerek elnyom. És ezért ugye már óvodáskoromban is kellett verekednem, mert ugye én eleve nem hagytam magam. Édesanyám mindig arra tanított engem, hogy ne hagyd magad, fiam. Hát iskoláskorban meg még inkább kellett ugye ezt csinálnom, hogy, de ott már nem csak azt csináltam, hogy magamat kellett megvédenem, hanem a gyengébbeket is védtem. És hát most egy olyan világot látok, hogy nagyon sokkal ember. És a sok gyenge embert elnyomják. Vagy rosszul látom? Nehogy már valaki azt mondja, hogy ez a Covid járvány mondjuk 2020 márciusától ez nem elnyomás volt. Nehogy már azt mondjuk, hogy a háború az nem elnyomás. Oké? Okay. Nehogy már ne, azt, ne mondjuk azt, hogy, tehát, hogy például ennek a háborús helyzetnek a következményeit, amit mi okoztunk, a következményeket mi okoztunk EU tagok. Tehát a háborúnak a következményeit, tehát itt az ukrán háborúnak a következményeit, mi EU-s tagok okoztuk, mivel, hát hogy elkezdtük az oroszokat szankcionálni, meg elkezdtük azt csinálni, hogy, hogy ne vegyünk tőlük ezt, ne vegyünk tőlük azt, ne vegyünk tőlük amazt, nem, nem, nem mi csináltuk, de Európai Uniós országok, úgy véletlenül. Tehát, hogyha ezt mi nem csináltuk volna, hanem maradtunk volna ebben a háborúban totál semlegesek, akkor gyakorlatilag ez a háború nem hatott volna az országainkra negatívan. Sőt, ha jobban megnézzük, általában a háborúkból azok az országok, akik kimaradnak, még hasznot is húznak. Még hasznot, anyagi hasznot is húznak. Tehát simán ki lehetett volna maradni, ugyanúgy, ahogy kimaradtunk a délszláv, ugye a jugoszláv háborúból, ha emlékeztek, ott teljesen kimaradtunk. Tehát ott nem csináltunk ilyen baromságokat, mint ugye itt tavaly februártól, mert ugye tavaly februártól van ez a háború itt a szomszédban. Tehát, hogyha maradtunk volna ebben a háborúban totál semlegesek, már rég befejeződött volna a háború, csak úgy mondom. Tehát már rég, nem az oroszok már szarrá volna az ukránokat. Már rég. És, és mivel maradtunk volna semlegesek, ezáltal semmilyen szankció nem lett volna velünk szembe, mi se alkalmaztunk volna az oroszokkal szembe semmilyen szankciót. se az ukránokkal természetesen, mert semlegesek maradtunk volna, ami azt jelenti, hogy már rég béke lenne, és nem lenne életszínvonal csökkenés. Csak mondok egy példát, ö, megyünk szilveszterezni, és tegnap valahogy elém került, ugye ahova megyünk szilveszterezni, nézem, mondom, hogyan a manóba, hogy majdnem fele a, ugyanaz a program. És mi megvettük a drágábbat. Erre utána nézem jobban, a 21-es szilveszteri program. Érted? A 21, most 23 van, ugye? Két évvel ezelőtthez képest egy szilveszteri program körülbelül 80%-kal drágább. Vagy 9, valahogy így. Tehát majdnem fele volt 21-ben. Érted? Egy szilveszteri program. Tehát ami azt jelenti, hogy két év alatt lett 80% infláció? Vagy 90% infláció? Érted? Ki tudnám számolni pontosan, hogy hogy mennyi az összeg, de inkább 90 volt, tehát 90 százalék infláció, érted? És minek köszönhetően két év alatt? Annak, hogy, hogy nem semlegesek maradtunk ebben a háborúban, érted? Tehát egy háborúban azok járnak a legjobban, akik semlegesek maradnak. Ezt láthatod itt a az elmúlt két évre vonatkozóan. Tehát ha semlegesek maradtunk volna ebben a háborúban, akkor nem lett volna egy 90%-os infláció. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy a forint az most körülbelül vásárlóértékben csak nem a felét éri. Érted? Csak nem a felét. Két év alatt. De ez tény, mert meg kell nézni nézd meg, mondjuk egy szilveszteri programot, két évvel ezelőtti szilveszteri programot. Tehát 2021-es szilveszteri programot. És ugyanúgy van minden szolgáltatás, egy az egybe, ott van fönn a neten. És, és majdnem felébe került. Érted? Tehát, és ha megnézed, tényleg így van. Hát nézd meg, mennyivel emelkedett a, a rezsit. Oké? Okay. Mennyivel emelkedett mondjuk az üzemanyag? Tehát mi mennyivel emelkedett? Mi mennyi? Lehet az élelmiszer, mennyi? A kenyér hányszorosa lehet? Hát a kenyér már nem háromszorosa lett a két év alatt. Vagy lett is háromszorosa talán? Ha lehet háromszorosa, hogy ne? Tessék? Lehet háromszorosa. Tehát gondold végig, tehát lett egy két év az, az EU döntéshozóinak a baromsága miatt lett egy 90%-os infláció, érted? Hát jó, itt, de hát lehet, hogy azért, mert mi vagyunk a legközelebb hozzájuk, érted? Tehát akik távol vannak, őket mit érinti ez a dolog. Érted? Tehát ők, ők nem, tehát például, mit tudom én mondjuk a Hollandok, az oroszoktól kapták az energiát? Nem valószínű. Érted? Mi gyakorlatilag, hát az terén nagyon nagy mértékben kivoltunk szolgáltatva az oroszoknak. De nem csak az energiaterén, hanem a nyersanyagok terén is. Hát mert miért? Mert logikus, hogy nem a világ másik feléről kell venni a nyersanyagot, meg az energiát, hanem minél közelebbről. És nyilván az oroszok ehhez Elég közel voltak, főleg azért, mert ezek az energiacsatornák azok még a szocializmusban lettek kialakítva. Nem a szocializmus óta lettek kialakítva, hanem a szocializmusban. Azok a csővezetékek, amin jött a gáz vagy jött az olaj, az mind a szocializmusban lett kialakítva, nem a kapitalizmusban. Ami azt jelenti, hogy akkor még a Szovjetunió, Mondhatni úgy, hogy Nagy Oroszország, hát az egy köz, közvetlen határosok voltunk. Nem volt közt egy Ukrajna, érted? Tehát nyilvánvaló, tök logikus volt, sőt, ugye ahhoz a blokkhoz tartoztunk is, ugye a, a Szovjetunióhoz tartozó blokkhoz tartoztunk, ugye baráti ország volt akkor még Szovjetunió, ugye Oroszország. Hát logikus volt, hogy az energiát és a nyersanyagot hát a baráti országtól vesszük meg, attól az országtól, amelyik a legközelebb van hozzánk, ahol csak egy határ választ el minket. Hát logikus. És nyilván, mit tudom én, az angoloknak, a hollandoknak, a belgáknak, a franciáknak, ez nem így alakult. Nyilván mi ö, szolgáltattuk ki magunkat a leginkább, az oroszoknak ezen a téren, és nyilván ezáltal itt lett a legnagyobb áremelkedés. Miért? Hát mert be kellett zárni azt a kaput, ahol ezeket kaptuk, érted? Hát logikus. Hát ez egy elmebetegség volt. Ezzel a nyugati EU-s országok kiszúrtak azokkal az országokkal, amelyik a legnagyobb mértékben fügtek az orosz nyersanyagoktól, érted? Hát tök logikus. Hát azért van a legnagyobb infláció. Világos ez? Tehát ha így megnézzük a, az országainkat a térképen, ugye úgy nézzétek meg, hogy, hogy a nyugati határ hol van. Az országnak a nyugati határa. Mondjuk a közép-európai országoknak. Megnézed, mondjuk Románián, Bulgárián, bu Románia és Bulgária kivételével gyakorlatilag nekünk van legkeletebbre a nyugati határunk. Tehát a szlovákoknak is keletebbre van a nyugat, vagy nyug nyugatabbra van a nyugati határuk, nem is beszélve a csehekről, vagy a lengyelekről, érted? Tehát ami azt jelenti, jó, de a cseh, lengyeleket nem lehet összehasonlítani, mert mit tudom, én, hányszor akkorát, mint mi vagyunk területileg, meg népességben is. De ugye összehasonlíthatnánk magunkat a csehekkel, vagy összehasonlíthatnánk magunkat a szlovákokkal, és hát a románokkal sem nagyon tudjuk összehasonlítani magunkat, mert ők is sokkal nagyobbak. Akikkel még össze lehet hasonlítani magunkat, azok a bulgárok de a Bulgáriában is hasonló a helyzet, mint nálunk, tehát ott se sokkal jobb, illetve a románoknál se sokkal jobb a helyzet, ha megnézitek. Tehát ott se sokkal jobb. Jó, egy picit, mit tudom én, anno annak idején, még két évvel ezelőtt egy picit alattunk voltak gazdasági helyzetben, a románok most egy picivel fölöttünk vannak gazdasági helyzetben. Tehát ami azt jelenti, hogy talán nem volt olyan mértékű Ugye a románoknál az infláció, de miért? Hát sokkal nagyobb ország sokkal több saját nyersanyaggal rendelkezik, mint mi Magyarország. Érted? Tehát ez tök logikus, tehát most beszélünk arról, hogy, hogy miért ekkora az infláció. Hát gondold végig logikusan, hogy nekünk a legnagyobb a függőségünk az oroszoktól. Tehát Magyarul mondhatjuk azt, meg a bulgároknak természetesen. Mondhatjuk azt, hogy velünk ebben a két országgal szúrtak ki a legnagyobb mértékben. Utána kivel? Nyilván a szlovákokkal. Nyilván. Oké? Okay? Ez velünk, tehát így lett, lett velünk kiszúrva. Tehát nem jobb lett volna semleges maradni ebben a háborúban? Gondold végig logikusan. Miért kell nekünk mindig valami háborúban, valaki mellé állni? És mindig a vesztes oldalához állunk. Mindig. Van három háború, három háborúban. Miért kell nekünk mindig a vesztes oldalára állni? Hát ha valaki azt gondolta, hogy az ukránok nyerhetnek egy atom szemben, az az olyan tudatlan, mint a kifordított rendőrcsizma. Érted? Körülbelül. Körülbelül olyan szinten tudatlan. Tehát mondom, egyetlen egy olyan szakember nincs, aki azt mondta bármikor is, hogy Ukrajna nyerhet ebbe a háborúba. Egyetlen egy olyan szak a laikusok, meg a politikusok bíztak abban mindig, hogy nyerhet Ukrajna. Ezért nem lett volna logikusabb, semleges maradni. Tehát ami azt mondja, azt jelentette volna, hogy nem támogatjuk egyiket se. Világos? Nem támogatjuk egyiket se, és nem nyilatkozunk erről semmit. Nyilván azt lehet nyilatkozni, mint lehetett volna nyilatkozni, hogy legyen béke. Oké, okay. de az meg azt jelenti, hogy az oroszok ne támadjanak, az ukránok megadják meg magukat. <laughs> Kész. Ez lett volna logikus. Hát, Most gondoljátok végig, támogatjuk a háborút, és még mindig az EU támogatja, most az amerikaiak nem támogatják, mert még nem szavazták meg. Érted? Tehát 60 milliárd dollárral akarták támogatni most a háborút ugye az ukrán felé az amerikaiak, de a kongresszus nem akarja megszavazni ezt a támogatást. És lényeg az, hogy mi eu a támogatjuk keményen. Ezzel tudod, mit érünk el? Azt érjük el, hogy egyre nagyobb szeletet hasítanak ki Ukrajnából az oroszok. Tehát minél hosszabb ez a háború, annál nagyobb szeletet fognak kiszakítani Ukrajnából. Hót logikus. Tehát hót logikus. Tehát, hogyha mondjuk ezt a háborút befejezték volna tavaly nyáron, akkor még sokkal kisebb területet szakítottak volna ki az oroszok Ukrajnából. Tehát az oroszoknak ez gyakorlatilag kapóra jön, hogy mi bolond eu támogatjuk az ukránokat, mert annál tovább tart a háború, és annál több területet szakítanak ki Ukrajnából. És megmondom őszintén, mivel a három nép most is elhangzott, van három a három nép, gyakorlatilag ez a három nép azonos. A fehér oroszok, az ukránok meg az oroszok. Ez gyakorlatilag azonos. Most, hogy ölik egymást, két érdekel. Érted? Belháborújuk van. Ha ilyen hülyék, hogy ölik egymást, hát erre szokták mondani, hogy aki hülye, halljon meg. Ennyi. Világos. Hát ez gyakorlatilag belháborút folytatna. Ha annyira hülye a nép, hogy ölik egymást saját maguk belháborúban, hát akkor így jártak. Aki hülye, halljon meg. Világos ez lehet, hogy ez fura gondolkodás, de gondold végig, ez a logikus. Nem az, hogy érezzünk, jaj, szegények! Hát az oroszok is ugyanúgy hallnak. Oké. Okay. Ne, ne a kifelé sajnát, sajnáld magadat, ahol jobban jársz. Sajnáld a, a 90%-os inflációt, érted? Mert az zsebbevágó vágó számodra. Érted? Nem egyszerűbb lett volna, hogy maradunk semlegesek, és akkor semmi probléma nincs. De szó szerint semmi probléma nincs. Ennyi. Nem. Hogy hívják? Nem. Hogy szokták ezt mondani? Na mindegy. Szóval, és akkor azt gondolják az emberek, hogy, hogy. hogy. Szóval ez a fő probléma. Hogy háború van. Nem az a fő probléma. Az a fő probléma, hogy vannak elnyomók, és az elnyomók azok. Egyszerűen. Úgy intézik a dolgokat, hogy a lakosság rosszul érezze magát. Most mondok példát, jó? Éppen beszéltük kezdés előtt, hogy Króm valamit kiírt, ugye a böngésző Króm valamit kiírt, a franc néz, tehát még nem volt nekem arra időm, hogy olvasgassam, mit írt ki. És akkor be akarok indítani egy programot, amit a krómmal lehet beindítani, és akkor nincs ott, ahol szokott lenni. Érted? Aztán rögtön hívom a fiamat, ezért hát is tudtam, mi van, ezt közben nagy nehezen megtaláltam, hogy hova dugták el azt a programot, amivel ugye elindítottam ezt a kivetítést. És lényeg, hogy hogy aki használ ilyen szoftvereket, tehát programokat, például Facebookot használsz, vagy mondjuk éppen a, most a chrome vagy egyéb ilyen programokat, akkor azt látod, hogy fejlesztenek valamit, és totál más lesz. Érted, és semmit nem találsz. A Facebook az legalább negyed éve, ha nem sűrűbben csinál ilyet. Hogy utána az teljesen megváltozik. És akkor talált ki. Na most, de ezt. Ugye tudjátok, hogy nekünk is van weboldalunk. Ez a weboldal, ez nem ez, hanem ennek az elődje, elődjének az elődje. Ez 2005-ben lett fejlesztve. És akkor ki lett alakítva egy, egy működés, egy használat, egy használati működés, és akkor azóta nem tudom hányszor volt fejlesztés, és akkor mindig alapfeltétel volt, hogy, hogy, ne változtassunk se a kinézeten, se a használaton. Pedig mindig mondta az informatikus, hogy oh, fejleszteni kell, hogy szebb legyen, dizájnosabb legyen, ilyen legyen, olyan legyen, meg amolyan legyen. És akkor azt mondtam, hogy nem. Miért? Mert engem világ életemben idegesített az, hogy minden fejlesztésnél fogják és úgy átvariátják a dolgokat, hogy az ember Akár napokat tölt azzal, mire rájön, hogy hogy, az, hogy is működik most ez az új fejlesztésű akármi. Érted? Na most én állam meg, ez alapvető volt. Na most, de tudjátok miért csinálják ezt? Tehát tuti, hogy azért, hogy idegesítsék a felhasználókat. De miért kell a felhasználókat? Mert úgy azt gondolnád, hogy nem logikus, hogy idegesítsék a felhasználókat, de hogy nem. Ezek a programok, ezek mind reklámot is tartalmaznak. Ami a reklám azt jelenti, hogy valamit el akarnak adni. Világos? Tehát nekik a reklámból bevételük van, a vásárlásokból bevételük van, stb. stb. Ez azt jelenti, hogy minél idegesebb egy ember, annál könnyebben manipulálható. Világos? Tehát idegessé kell tenni a társadalmat, mondjuk ilyen baromságokkal is, hogy változtassunk meg mindent. Érted? És akkor az emberek ideges, minél többet idegeskednek, annál rosszabb hangulatban lesznek, minél rosszabb hangulatú egy ember, annál könnyebben lehet őket manipulálni. Tehát egy jó állapotú embernek nem tudnak érzelmére hatva eladni. Egy rossz állapotú embernek úgy el tud adni, úgy el tudnak az embereknek adni, hogy észre se veszi. Mondok példát, jó? A fiam, a kisebbik fiam volt nyaralni. A cég vitte őt. Nem az én cégem, hanem ott, ahol dolgozik cég. Vitte őt nyaralni. Dubajba voltak. Előző évben is vitte őket, akkor Egyiptomba voltak. Egyiptomba úgy volt, hogy fogta, kiváltott dollárt, és egy meghatározott összeget, és azt a meghatározott összeget fogta, és gyakorlatilag Egyiptomba elköltötte. El. Dubajban most nem ezt csinálta, pedig először úgy indult neki, hogy fogta, és első gondolat az volt, hogy ugyanez lesz, mint Egyiptomba, kiváltja a valutát, tehát a dollárt, és ott majd dollárt. Tehát annyit költ amennyit visz, nyilván. Erre ebben á nem, hanem visz bankkártyát, és majd bankkártyán költ. Gyakorlatilag, ami a bankkártyán volt, minden kötötte. Egy forintig, érted? Na most, drága, kedves honfitársaim, Tudjátok, hogy erre találták ki a bankkártyás fizetést? Mert ha neked pénzed van, addig nyújtaszkodsz, ameddig a takaród ér. És ha azt mondod, hogy ennyiért megyek vásárolni a boltban, mert ennyi a pénztárcám, ennyi van a pénztárcámban, nem fogsz többet költeni. De a bankkártyát, a legtöbb embernek a bankkártyáján több van, mint amennyit vásárolni akar és ezért tovább nyújtózkodhat. Sőt, ott vannak a hitelkártyák. Baromi jó arra, hogy az embereket mert ráadásul még el is adósítsák. Tehát, hogy sokkal többet vásároljanak, mint ha ő készpénzre vásárolt volna. Érted? Tehát Tavaly Egyiptomba a töredékét nem költötte el a levente, fiam, ahhoz képest, amit az idén elköltött, mert most addig kötekezett ameddig a bankszámlája bírta. Még jó, hogy nem, nincs önnek se hitelkártyája. <laughs> Na most, ez az egyik dolog. Tehát, ha neked van hitelkártyád, fogd és egy ollóval váddos szét. Jó? Az az első dolgod. Oké? Okay? Az az első dolgod. Soha ne használj hitelkártyát. Soha véletlenül se. Sőt, javaslom neked, hogy soha ne fizess bankártyával. És ne vásárolj bankkártyára. Mi nem szoktunk soha. Vannak bankkártyáink, soha nem vásárolunk bankkártyára. Mindig kérdezi, hogy hogy fizet, készpénzbe vagy bankkártyával. Mindig készpénzbe fizetünk. Soha nem fizetünk bankkártyával. Oké? Okay? Miért? Pont ezek miatt. Mit akarnak elérni az embereknél? Az, hogy mindenki bankkártyával fizessen, és ha mindenki bankkártyával fizet, akkor mindániába ki lehet vonni a pénzt. És ha ki lehet vonni a pénzt, akkor gyakorlatilag bármikor lenullázhatnak téged. Én javaslom mindenkinek azt a filmet nézze meg, hogy közellenség, jó? Közellenség. Ez egy 90-es években lévő film, ahol már megcsinálták azt a filmben nyilván, hogy fogták, azt letiltották az összes bankszámláját. és nem volt rajta egy forint sem. Jó? Mondom, tessék megnézni, egy jó film egyébként. Közelenség. Az a címe, hogy közel. Egyébként a weboldalunkon fog Jó? Tehát ö, azt akarják elérni, hogy az emberek átálljanak teljes egészében a bankkártyás fizetésre, és onnantól kezdve, hogyha csak bankkártyával lehet fizetni, tehát magyarul nincs pénz, csak virtuális, mert onnantól kezdve az virtuális pénz. A virtuális pénzzel pedig úgy lehet játszani, ahogy akarják. Az azt jelenti, hogy ha virtuális pénz van, akkor onnantól kezdve bár, tehát a szabadságodnak annyi. Tehát nincs, akkor onnantól kezdve az embernek olyan, hogy szabad legyen, olyan nem létező fogalom. Tehát például képzeld el, mit tudom én, volt egy olyan példa, hogy az a, a, az a bank, amelyiknél vagyunk, nem mondom nevét, mert még megsértődnek, vagy azt hiszik, hogy reklám, amelyik banknál vagyunk, illetve hát a Hunor is van a banknál, tehát ugye az itt tanulók akkor tudják, melyik bankról van szó, ezt én már elmeséltem. Egyszer csak látja a nejem, hogy levontak róla 4160 eurót. Fölhívom a bankot, nagy elnézést kértek, 4,16 század eurót kellett volna levonni. Mert ennyi a havi ö, számlavezetési díj. És ehelyett 4160-at vontak le. Ami azt jelenti, hogy abban a pillanatban nem is volt ennyire a számlán, az euró számlán, hanem rögtön bement mínuszba valami 2000 valahány euró mínusz volt rajta. Most képzeld el, valahol a világban mész, jössz, mész. És éppen fizetni szeretnél, bevettél valamit, vagy, vagy mit tudom, igénybe vettél valami szolgáltatást, amit utólag fizetsz ki, és képzeld el, nem tudod kifizetni, mert a kártyádon ott van. Mínusz 2000 valahány száz euró. Érted? és akkor mit tud csinálni, ha? mit tud csinálni tehát azt lássátok hogy ha te rendszeresen kártyával fizetsz akkor te ostoba vagy, nem tudok mit mondani tehát azzal segíted azt hogy elvegyék az emberektől a szabadságot segíted azt hogy szépen beálljon az a rendszer, hogy, hogy bankkártyával fizessenek az emberek, és ne, ne legyen készpénzforgalom. Jó? Ja? Tehát az az egyik legfőbb ok, hogy ezt a helyet, el, egy országot el kell hagyni, hogyha kivonják a készpénzt. És megszüntetik a készpénzforgalmat. Az a legfőbb ok, hogy egy országot el kell hagyni. Ezt csak úgy mondom előre. Mert onnantól kezdve abban az országban olyan, hogy szabadság, meg emberi jogok, meg stb. nem létező fogalom. Világos ez? Jó? No, szóval, egy jó kis világban élünk, hát most is ugye az a dolgom, csak nem úgy, hogy behúzok a gyengébnek egy nagyot, most is az a dolgom, hogy az elnyomóktól megmentsem az embereket. Mint óvodáskoromban, általános iskoláskoromban, középiskoláskoromban is még sokat verekedtem, amiatt, hogy meg kellett menteni gyengébbeket. Oké? Okay. És most is meg kell menteni a gyengébbeket, csak most egy kicsit másként. Oké? Okay. És most is kiktől kell megmenteni? Természetesen az elnyomóktól. Csak most az elnyomók azok nem kötözködnek, meg verekednek, hanem alattomosan működnek. Oké? Okay. És alattomosan Elérik az elnyomást az embereknél. Hát lényeg az, hogy hogy tesszük azt, hogy csináljuk ezeket a dolgokat. Hát van egy általános elbutulás a világunkban. Ez láthatóvá vált. Helytelen cselekvés az elbutulás következmény aminek egy rosszabb élet a következmény. Minél butább egy ember, annál több bajt és gondot okoz. Gondold át, ez egy általános elbutulás van. Milyen lesz a jövő? Hm? Tehát egy fokozatos butulás van. Milyen jövőnk lesz? Hm? Milyen lesz a gyerekeink jövője? Nem kellene okosodni. Te úgy szereted magad, hogy tök hülye vagy. Hm? Ez a, tudod, ezt mondják, boldog együgyűség. Hát most az emberek jó részén boldog együgyűségben van. Nem kéne abba hagyni ezt az együgyűséget. Ugyanis, ha jó emberek, nem tudom, te jónak vagy rossznak tartod magad, bízok benne, hogy nem tartod magad elnyomónak, tehát akkor szociális ember vagy. Már pedig a szociális emberek jó emberek. Hát, ha jó ember vagy, nem kellene tenni azért, hogy legyen egy jobb világunk. Ugyanis, ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor mitől lenne jobb világ? Hát a rossz emberek nem fognak egy jó világot létrehozni. Gondold végig, itt Európában jó, nem tudjuk pontosan, de hány kormány támogatta azt a szintű elnyomást, amit Covid-nak hívnak? Hány kormány támogatta? Hát mondhatjuk azt, hogy az összes. Még azoknak, azok az országok is, amely nem is EU-s. Hány? Tehát akkor gyakorlatilag mondhatjuk, hogy amelyik országban támogatták Azokat az elnyomó intézkedéseket, amit a COVID miatt vezettek be, az mind elnyomó. Vagy rosszul látom? Mert ugye meddig alkalmazták? Nem pár hetet, és akkor rájöttek volna, hogy ó, oh, hát ez egy nagy baromság, amit csinálunk. Hanem gyakorlatilag évekig alkalmazták. Hát egy ember évekig elnyom, az elnyomó. Ébredj már föl! Az egy elnyomó. Tehát egy szociális embernek az elnyomástól védeni kellene a gyengéket. Érted? Tehát a kormányon lévő embereknek, ha az elnyomás van, akkor védeni kellene a népet. Vagy rosszul látom? Vagy én vagyok a hülye? Gondold végig. Nekik az lenne a dolguk, hogy a gyengéket megvédjék, a gyengék meg a nép. Nagy része az nagyon gyenge. Nem elnyomni, vagy továbbadni az elnyomást? eszesebbé kellene tenni az embereket, hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világ eléréséért. És akkor nézzük meg ezt a fejlődést, jó? Ezt értelmezhetjük lelki fejlődésnek is. Tehát szellem és lelki fejlődés. Hát nézd meg! Hol élnek az emberek? Melyik szinten? Itt van 7 lelki szint. Nincs 8 lelki szint, nincs 6 lelki szint, 7 lelki szint van és punktum. Tehát, az a jó, ha egy ember minél magasabb lelki szinten él. Ehhez képest a társadalom, hol él? A társadalom nagy része, hol él? Legyél reális, egyes-kettes. Egyes-kettes lelki szinten. Azt tudod, mit jelent? Az, az az a szint, ahol totál manipulálhatóak. Azt csinálnak velük, amit akarnak. Szó szerint. Tehát egy félelemben lévő ember, mert azt lehet csinálni, amit akar. ...nak vele csinálni nem amit ő akar és ezeken a szinteken itt a nagyon félősök vannak ugye egyes szinten, a túlélés szintjén a kettes szinten szintén félősök csak nem annyira és onnantól kezdve el lehet érni ezeknél a szinteknél hogy jön a karácsony, hogy erről felül küldtekezzenek? Mi az átlag felett élünk anyagilag. És nem ajándékozunk évek óta. Se karácsonykor, se névnapra, se születésnapra nem ajándékozunk egymásnak. Na, erre vagy gombot. De az átlagnál a szeretet, ami családunkban magasabb szinten van. Érted? Nem az ajándékozással kell kimutatni a szeretetet. És mi van a többi nap? Ez, ez három nap egy évben, amikor ajándékozunk, nem? Névnap, születésnap, szenteste, mert akkor van az ajándékozás. Három nap is. Mi van a 362-vel? A 362 nappal. Hm? Képzeld el, ha szeretetet ajándékozol, az nem kerül semmibe. Jó, de érdekes. Az ingyen van. Nem jöttél még rá, hogy ingyen van. És az én 362 napon keresztül szeretetet ajándékozni, az egy kicsit több, mint három napon keresztül valami túlköltekezett ajándékot adni. Vagy rosszul lát? Na most azt hiszik az emberek, hogy az élet arról szól, hogy így szenvedj. Ez a szenvedés lelki szintjei. Jó nagyokat lehet ott szenvedni. Hát ha neked szimpatikus a szenvedés, ám csinál. De sokkal jobban érzik magukat a bőrükben azok a személyek, akik legalább már a hármas lelki szinten vannak. Az a valahova tartozás. Tehát azt érzik, hogy ők tartoznak valahova. Ez a valahova tartozás, ez nem a család. Jó? Maradjunk ennyiben. A család az az egyes, kettes. Oké? Okay? Mondjuk a kettes. A valahova tartozás az azt jelenti, valami épelményű közösségbe nem valami eszement közösségbe, jó, hanem valami épelmélyű közösségbe. Az épelmélyű közösség az azt jelenti, hogy ahol az ember egy jól érzi magát, kettő számára az a közösség hasznos. Érted? Hasznos. Most, hogy milyen szempontból hasznos, most ez lényegtelen, de hasznos. Érted? Tehát jól érzi magát benne az ember, és hasznos. Tehát számára hasznos. Mondom még egyszer, hogy mindegy, milyen módon hasznos. Ez az emberiség, főleg itt a nyugati társadalom esetén, egy kis része van, ezen a harmadik lelki szinten oké? Okay? tehát közösség az azt jelenti hogy viszonylag tehát a közösség nagy része az állandó? ezt jelenti a közösség nem azt jelenti hogy minden tagja állandó hanem a közösség zöme nagy része az állandó személyekből áll ugyanazokból a személyekből áll ezt jelenti a közösség az átjáróház az nem közösség jó? az nem közösség ahol az emberek jönnek mennek mint egy átjáróházon keresztül az nem közösség oké? Okay? nézzük a következőt elismerés, lelki szint. Ezt tudod, mit jelent? Az, hogy olyan közösség része vagy, ahol lehet elismerést adnod a közösség tagjainak, és lehet elismerést kapnod a közösség tagjaitól. Hát nyilván az ember akkor kap a közösségtől elismerést, ha megérdemli. Ha megérdemli. És nyilván annak ad elismerést, akik a közösségen belül megérdemlik. Oké? Okay? Hát általában ez mit jelent, hogy megérdemli valaki? Az azt jelenti, hogy az érdemli meg, aki tesz a közösségért. Világos ez? Az még jobban érdemli meg, aki még többet tesz a közösségért. Logikus? Nincs más feltétel, csak ez, hogy tenni kell a közösségért. Oké? Okay? Sokan azt gondolják, hogy ők ezen a szinten vannak? Nem. Nincsenek azon a szinten. Kikre gondolok? Például azt gondolják, zenészek. Főleg a sikeres zenészek. Nekik nincs közösségük. Az nem közösség. Hány embert ismersz abban a közösségben? Hm? Zenészként. Tehát a rajongói táborból. Akik mennek mondjuk a koncertre ide. Hány embert ismersz? Tehát akkor az a te közösséged? Nem. Az egy átjáróház. Hol jönnek-mennek az emberek? Oké. Okay. Méghozzá az emberek? Nagyon nagy része jön-megy. Tehát gondold végig, ez a negyedik lelki színnél az az igazi, amikor ezt a közösség létrehozása ez általad történik meg. Érted? Tehát tőled indul ki. Tehát mondjuk a közösségen belül van saját közössége. Érted? Azt tud a negyedik lelki szinten lenni, aki tudja teljesíteni ezt a feladatot. Hogy van benne egy közösségben, és a közösségen belül van saját közössége. Tehát az ugye azt jelenti, hogy tett azért, hogy az a közösség nagyobb legyen. Világos? Nézzük tovább. Ötödik lelki szint. Sokan azt gondolják, hogy azon a szinten vannak. Aha. Akkor nézzük meg, tartozol valahova valamilyen közösségbe. Van azon belül saját közösséged. És tanítod őket. Mert az ön megvalósítás azt jelenti, hogy tanítod őket. És elfogadják a tanításaidat. Hát addig, míg nem vagy ezen a szinten, te nem vagy az ötödik lelki szinten. Sőt, nagyon messze vagy tőle. Tehát mondanék, a közösség, a Facebook az nem közösség. Az a közösség, ahol emberek, egy légtérben találkoznak egymással. Oké. Okay. Tehát egy légtérben találkoznak egymással. Nem virtuálisan találkoznak egymással? Az nem közösség. Jó, akkor azt mondod, hogy ó, hány ismerősöd van a Facebookon, mint legnagyobb közösségi portál. Aha, és hányjal beszéltél? Beszéltél személyesen azokból. Hányal beszéltél személyesen azokból? Azok, tartoz, a, tehát azokkal vagy közösségben, akikkel beszélsz valamilyen szinten rendszeresen egy légtérben. Vagy akár lehet az telefonon is, vagy messengeren is. de beszélsz, nem írsz. Hát akkor most gondold végig, akkor a, ha a, mondjuk e-mailes vagy, akkor akinek eddig valaha küldte egy mailt akkor az azt gondolt, hogy mind közösségben vagy vele. Mert te óriási tévedésben élsz. A közösség tehát azt jelenti, hogy egy légtérben, kommunikációban is vagytok egymással. Az minimum azt jelenti mondjuk az ötödik lelki szinten, hogy ott abban a közösségben figyelnek rád mikor egy légtérben vagytok. Érted? Megyünk menjünk egy kicsit följebb. A küldetés az egy olyan cél, amit soha nem ír felül semmi, ezt én már a helyet beleírnám, jó? Soha nem ír felül semmi, és ha elérted, akkor sem tudod azt, hogy megveregeted a válladat. Fasz a gyerek vagyok, elértem a küldetésem, most már kell egy másik cél találni. Ugyanis a küldetés az azt jelenti, hogy ha elérted és a küldetésed megvan, tehát elérted a küldetésedet. Abban neked tovább kell működnöd, fejlesztened magadat, másokat fejleszteni. Érted? És a küldetést átadni más embereknek. Érted? Aki a célját nem adja át más embernek, sose lesz küldetésbe. És a küldetés, tudod, mit jelent? Egy olyan küldetés, ami másnak is követhető, sőt, az ő küldetésének a része. Érted? Az ő küldetésének a része. Tehát semmilyen cél nem hasonlítható a küldetéshez. Cél az, amit elérsz, és akkor megveregeted a vállad, az kitűzöl egy másik célt. Mert elérted. A küldetésed tudod, mikor ér véget? Nem, akkor se meghalsz. Miért? Be lesz következő életed. Azért. Azért. És ha ebbe az életedben a küldetésedet. Tehát nincs olyan élet, amiben a küldetésedet be tudod teljesíteni. A küldetésedet azt tudod csinálni. De soha nem teljesített be. Érted? Mert ez olyan, mint a, a lelki fejlődés. A lelki fejlődés az végtelen. A lelki fejlődésnek nincs határa. A fizika fejlődés, fizikai fejlődésnek természetesen van határa. De a lelki fejlődésnek, Nincs határa. Ezért gyakorlatilag a küldetésünket ebben az életben sem fejezzük be. Tehát egy ember, amelyik leszületett, mindenki küldetéssel születik le, mindenki, kivétel nélkül, és igazából, Senki nem teljesíti be. Világos ez? Senki. Mert az ember küldetése a töretlen fejlődés. Oké? Okay? És az emberi lélek küldetése a töretlen fejlődés. De ez nem igaz, hogy töretlen fejlődés. Mert egyszerűen sokan nem tudják ezt, és visszafejlődnek. És az a törés a fejlődésükben, mikor egy ember visszafejlődik. Tehát neked lesz egy következő életed is, ahol ott is fejlődni kellene, majd utána lesz egy következő életed is, majd ott is kellene fejlődni, ha csak nem mondod azt, hogy ebből a sok újra tele van a hócipőm, most már fel kellene jutni oda a beteljesülés szintjére, a hetedik lelki szintre, és utána a következő életben már nem születsz újra. Hanem, mi az, hogy nem születsz újra? Hát az azt jelenti, hogy az újra az egy, egy újszülött testbe történő ott van benne új szülött, testbe történő inkarnáció. Tehát amikor kibújtál édesanyád hasából, új szülött lettél, akkor a lelked beleinkarnálódott abba a testbe. Oké? Okay. És az azt jelenti, hogy többet nem lesz ilyen újszülötti Inkarnáció. Hanem fogod és a lelkedet behelyezed egy fiatal felnőtt testbe. Érted? Egy fiatal felnőtt testbe. Felnőtt, nem újszülött. Na most, ha egy fiatal felnőtt testbe inkarnálod, akkor hozhatod a Tudásodat. Mert nem őrülsz bele, hogy egy újszülöttbe kellett inkarnálódnod tudással. Ezért tudás nélkül kellett egy újszülöttbe inkarnálódni, hogy ne őrülj bele abba a tehetetlenségbe, amit egy újszülött megél. Ott egy teljes tudatlanság révén tudja csak az ember ezt megélni. De ebben nem kellene, kell hinned. Ha te ebben nem hiszel, felőlem hiheted azt, hogy egy életed van, egy halálod. Ebben az életben kell mindent megélned. Jó, akkor szenvedj az életed során. Ennyi. Miért? Mert ennek az elméletnek ez a következménye. Hogyha mindent ebben az életben akarsz megélni, baromi sok dolgot fog szenvedni. Tehát valami sok dolgon fogsz szenvedni. Oké. Okay. Mert rengeteg-rengeteg problémád lesz abból, hogy ebben az életedben akarsz megélni mindent. Oké. Okay. Tudod, milyen jó az, amikor az embernek van egy csapata, és mások élik meg, a problémákat is nem neked kell. És te abból is tudsz tanulni. Hmm. Most képzeld el azt a sok problémát, amit mit tudom én, több száz vagy több ezer ember megél, az neked kellene megélni. Hát nem okosabb dolog tanulni más problémáiból? Hát ugye az alapmondás az, hogy az okos az más kárából tanul. A buta meg sajátjából. Vagy még abból se. Vagy sajátjából sem, igen. A buta az még sajátjából sem. Igen. Érted? Tehát meg lehet csinálni azt, hogy más kárából tanulj. Hogy rálás más emberek életére. És tanulj belőle. És sokkal több problémával találkoztam, más emberek élete által. Érted? Sokkal több problémával. Tehát gondold végig, milyen életet akarsz magadnak? Egy olyat, ami felé megy a világunk, vagy hozzuk helyre azt a sok hülyeséget, amit a bolygón van. És tudod, hogy tudjuk helyrehozni? Hogy az egyén fejleszti magát. És elkezd nem hülyeségeket csinálni. És ha sok egyén ugyanígy gondolkodik, hogy elkezd fejlődni, és elkezd nem hülyeségeket csinálni, akkor lesz egy jobb világunk. De itt ez so-es a dolog. Mert az elmúlt három évben baromi mód romlott ez az egész. Ez az elbutulás. Ezt már lehet nevezni akár. Elhűlésnek is. És akkor nem is fogalmaz az ember durván. Mert sajnos ez a valóság. Nem kellene ezt visszafordítani. Nem kellene okosodni. Tehát most lehet, hogy vannak olyan emberek, itt a világunkban, hatalmon lévő emberek, akik valamilyen kormány, vagy élén, vagy valami hasonló módon működnek. De nekem nem kell úgy működni, hogyha te ilyen módon működsz, nekem nem kell úgy működni, hogyha téged elnyomnak, akkor elnyomod a népet. Hanem... Meg kellene tanulni azt, hogy hogyan álljon ellen egy ember az elnyomásnak. És nem kellene mindenféle hülyeséget elhinni azért, mert sikerült mondjuk téged is félelembe taszítani. Tehát az ember ismeri az ember és az élet működését akkor átlátja az elnyomók garázdálkodásán. Átlát az elnyomók garázdálkodásán. És átlát azon, hogy mire megy ki a játék. Tehát azt kellene mindenkinek átlátni, hogyha valaki az elnyomók szekerét tolja, erről rengeteg film van egyébként, ha elnyomunk, szekerét tolja és utána létrejön az amit az elnyomó akar akkor az első dolga a szekértolónak a kiírtása az elnyomónak az első dolga a szekértoló kiírtása és ez figyeljétek meg a történelemben is látni ezt számos példa van erre vagy számtalan és látni a filmekben is pont ezt. Mert ez a valóság. Az elnyomók, szekértolói, az csak egy eszköz az elnyomók számára. Mivel a szekértolók tudnak az elnyomókról a legtöbbet, az elnyomóknak első dolguk lesz őket kiirtani. Nem kéne gondolkodni. És el kellene gondolkodni, hogy vajon az az elnyomás, amit akarnak csinálni, az vajon tényleg úgy van? Nincs a mögött valami más? És akkor az ember elgondolkodik, akkor rájön arra, hogy hát talán ezt a javaslatot nem kéne teljesíteni. Úgyhogy ha te szeretnél fejlődni, és szeretnél haladgatni ezen a lelki fejlődés útján, ami kötelező lenne minden embernek, mert ezért van itt, ha szeretnél tehát fejlődni, akkor várunk szeretettel. Egy teljesen egyedülálló közösségben, egy páratlan közösségben, bolygó szinten, nem Magyarországon. Bolygó szinten. Jó, hát a proféciák mondják, hogy innen kell, hogy elinduljon ilyen magasabb szintű tudás. Ez is indult. És közösen kellene megcsinálnunk a szeretett korszakot, egy új világot. A vaskor után aranykor szokott következni. Egy óriási ugrással. És ezt kellene megcsinálni. Most a vaskorban vagyunk és már itt kellene lenni az aranykornak. És minél jobban toljuk az aranykort, annál nagyobb a baj. Úgyhogy várunk szeretettel, de nem külsősként, hogy nézegeted az előadásomat, nézegeted ott a Youtube-on a díjmenteseket. Én módszereket is adok. Ugye az a különbség bármilyen más szervezethez képest. Nem tudsz a Földön olyan problémát elém tenni amire nincs módszer oké? Okay? Mindenre van módszer. Mindent meg lehet csinálni, olyan nincs, hogy valamit nem lehet megoldani. Jó, és ez ilyen szervezetben vagyunk. Úgyhogy várunk szeretettel, köszönöm szépen a figyelmedet, szeretlek benneteket, sziasztok!